A Skipper magazint a Balatoni Hajózási ZRT támogatta. Több ok miatt döntöttem úgy, hogy visszajövök. Egyrészt 96-ban nem tudtam befejezni a versenyt, és főleg nem úgy, ahogy szerettem volna, sem teljesítményre, sem más módon. Ugyanakkor nagyon vonzott az a technológiai színvonal, ami ma jellemző a hajókra. Amikor én elkezdtem vitorlázni, még szextánssal, papírtérképpel navigáltunk. Ma a tíznapos időjárási előjelzés és a routing világában ez űrhajós technika, és ezt megismerni még így egy életen belül, ez egy kiváltság, és ez nagyon erősen vonzott, ezért is tértem vissza többek között. Nekem a felkészülés elkezdődött akkor 3 évvel ezelőtt, amikor a Barcelona World Race-t elhatároztam. És annak ellenére, hogy ez egy fantasztikus verseny, azt hadd áruljam el, hogy azt elsősorban edzésnek és felkészülésnek tekintettem. Utána 3 transatlantit mentem még, mentünk és mentem. Ez mind valahol a felkészülést szolgálta, és nagyon sok mindent kellett közben persze változtatni, de mostanra annyira sikerült felkészíteni a hajót, hogy kész a rajtra, a Vendée Globe-ra. Úgy gondolom, hogy az utolsó 1-2 hét már csak részletekről szól, és minden rendben van. Nincsenek helyezésbéli elvárásaim, sem a dobogó nem különösebben izgat, sem az, hogy hanyadik vagyok. Sokkal fontosabb számomra az, hogy egy korrekt pályát vitorlázzak, meteotaktikai szempontból, a hajóból kihozni a legtöbbet, amire a hajó képes, magamból kihozni, amire én képes vagyok, és ha ez sikerül, akkor elégedett leszek a helyezéstől függetlenül. Ha nem sikerül jó pályát vitorláznom, hiába lennék én harmadik, vagy második, vagy első, nem biztos, hogy elégedett lennék. Igen, a legfontosabb az, hogy egy jó közös teljesítményt hozzunk össze a hajóval. A Skipper magazint a Balatoni Hajózási ZRT támogatta.